Köszöntjük kedves nézőinket a Kifőzte soron következő műsorán. Nem kell bemutatnom. Csak most helyet cseréltünk. Nagy összegelnek vele. Isten először összegelnek vele. Csak helyet cseréltünk most. Narrátor változott. Átugrott a másik oldalra. A Nyíregyházi Állatpark Bamusz értelme vagyunk, ha megint elfelejtett elmondani. Ezt úgyis elfogunk. E-mail cím. Ott van, tessék. Mutatom neked. Kacsacom. Jaj, nem. kifozte@kölcseitv.hu az észrevételeket, megjegyzéseket. Erre kérjük, és szépeket. Mit fogunk készíteni? Hát fogunk, az biztos, hogy mi lesz belőle, azt még azt nem tudjuk. Azt végén átnevezzük, nem mondom, hogy nem jött, majd a végén meg nem jött. Így van, tehát felsorolom a nyersanyagokat. Megy, ribizli, birsalma, sajt. Ezt itt lehet látni. Vaj, szegfűszer, fahé, sajt. Mesélj azt, hogy te. Szóval ez úgy kezdődött, mikor még egészen pici gyermek voltam, beküldtek a spájzba, hogy hozzak ki némi birsalma sajtot. Akkor még nem ennyi volt a tányéron. Éhes volt a kellékes, megette. És ennyi maradt. Ennyi maradt. Úgy kell, hogy engedd már, nem is több. És még a legyeknek nem is adtunk. Miért főzünk kacsát? Miért főzünk kacsát? Mi következik most? Mi következik most? Hát megsütjük a kacsát. Karácsony is, nem pulykát, de miért nem pulykát? Vagy miért nem galambot? Azért nem baj még az omelettet, mi kacsát fogunk sütni. Mi kacsát sütünk. Kacsacombot fogunk készíteni önöknek. Kacsacombot fogunk készíteni, fokhagymáson fogjuk a kacsát elkészíteni, és ahhoz fogom ezt a kis savanykás édes mártást elkészíteni, hozzávalók továbbá nashi körte, illetve kicsit már elfelejtett bírskörte. Bírskörte, igazán az alma részét azt jobban szeretik, főleg az urak pálinka ilyen címén elkészítve. Tehát ez is felhasználható, és... Akkor beszéljünk, kezdem, jó? Te, én beszélek, te kezdjed. Picit megvágom a csonnál, csak azért, hogy édesebb legyen, jobban átjegye a fűszer. Ezt szoktuk alkalmazni a sima csirkénél is, mert jobban bemegy a fűszer a combhoz. Ezt a kacsát szoktuk pácolni is, ugye? Igazság szerint ezt úgy kellene kezdeni, hogy legalább 2-3 napra, igen, nem kell megijedni, viszonylag erős rostozatú húst 2-3 napig egy fokhagymás olajos pácban, hűtőben lefedve lehet tárolni. Nem fog a minőséget romlani. Amikor beleszik egy 10%-os babérleves fokhagymás savoldatba, és az is olyan jól átjárja, higgyék el nekem. Fogom a kacsát. Használjuk ezeket a fűszereket, szeretném használgatni őket, mivel ez már egy összeállított fűszer, ezt szoktuk saját magunk ízesítésére formázni, ezt a fűszert, mindig szoktuk mellettem valami kis plusz még, ami... Plusz egy fakanalat. Ránk jellemző, igen. Másik vagy egy fedőt rá. Vagy egy fedőt. Mikor mit. Nem kell sajnálni, befűszerezzük. Majd ebbe a csevingbe esetre fogjuk megsütni. Üntjünk alá egy kis olívóolajat. Csak hogy be tudjam zavarni a kedves nézőket. Vajra megy, megyre kis piros ribizli. Egy kis borsot örlök még a belsejébe. És akkor ezt a kacsacombot belehelyezzük ebbe az edénybe. Ugye érdekes dolog, hogy kívülről nem fűszereztem, hanem kívülről majd csak meg fogom sózni, sót fogok rátenni, és akkor a tőle is szép. Főleg a sótól. Az emadatlan kérlek a só az lesz benne. Kacsának. A fűszerkeverékhez visszatérve azért jó otthon átalakítani saját ízlésnek a fűszerkeveréket, vagy összeállítani, mert én például sokkal-sokkal kevesebb sót használok, mint a mellettem álló személy. Nem mertem kimondani, hogy úriember, mert nagyon messze vagyunk. Ez van. Beleteszem a 2-3. Kicsit húzom a fejem meg a sütőhöz, jó? De ezt be kéne kapcsolni. Akkor kapcsold be. Kurblizzuk fel. Már úgy állok, hogy ne lássák, hogy bekapcsolom. Már a mikrofon veszi. Mert utána azt fogják mondani, hogy nem is sütöttük, csak betettük, meg kivettük. Aha. 1-23 perc beletszük. Ez 200 fok, az nem lesz sok neki? Van 200 fok. Hát itt van a 200, ne tudod? 160-re lősz, 170-re. Úgy, az úgy, jó. Áfásan? Nettó.
Jó, megvan. És én végeztem is. Te végeztél is? Hát nem, mert a sütő fogja végezni a többi munkát. Feltétlenül fontos nekünk csak édesre elkészíteni ezt? Esetleg az édeset a sóssal, fokhagymással nem tudjuk? Igen? Nem. Egy kis paprikát csípős hegyes erőt bele. Az kell, persze. Egy kis chili végül is, az nem rossz, ha igazi jó sűrű csatnit szeretnék, de ez most nem az lesz. Ez most mégsem az lesz. Viszont... Attól viszont gyorsanyú lesz. Valamit még itt mindig mutatok. A káposztát? A káposzta, káposzta, na. Mert azért a kacsa meg már a megint liba. Dolgoztat. Kacsa meg a liba, az megint csak. B-A. B-A. Ugye be van, hogy jelöl végig, mit jelent. Hoppa, a kis szökevény. Felvágom metélre. Na, jó van. Tehetünk bele egy kis fokhagymát is. Tehetünk bele. Na, mint a kacsán van. Az már, hát de a káposztának sem elrontója. Sőt, a friss zöldség sem. Elég, nem fog beleférni a tepsőbe, elég már. Dehogy nem fog beleférni. Ez a káposzta körülbelül egy marék lesz, mire elkészül. Össze fog esni, nem? Akkor rúgdossuk kicsikét. Hát, már össze is vágtam. Biztos, ami biztos alapon. Nem vihetem? Igen, azt viheted. A deszkával is odaadnám, de mégsem. Nem, csak dolgozzál nyugodtan, nem akarom téged. Én abszolút nem. Abszolút nem zavar. Sózzam? Igen, de csak a végén, ha lehet, jó? Legvégén. Addig csak nyugodtan, hagyj. Ezen végén még végén. Még végén. Nem, mikor már majdnem elkészül. Ebben a kis fanyar valamicskében mi kellene még szerinted, ami abban a dobozban is lehet csorgatni? Nem tudom. Eszek egy másik. Kést. Pici mézzel megcsorgatjuk. Ebben nem kell só? De hát nem tennék rá sót, mert... Én talán igen. Te talán igen, de ez a különbség kettőnk között. Hát bírsalmi, az bírsalmával. Bírsalmával? Drága, ne izguljon. Azt is neki, azt is külön főleg, akkor külön péten. Ez is külön. Igen, külön pirítom a másik oldalában. Ez egy ilyen egy tál étel lesz. Mármint egy tálban lesz az finom. Étel. Balzsam ecetünk. Én ezt fogom nyomni a káposztára, majd jó. Hú, de jó lesz. Megnyertél. Akár beszélhetnél is róla esetleg, hogy káposzta, káposzta. Tálalni. Tálalni pedig mire fogunk? Nincs egészen, nem az én helyem vagyok. A kicsire, arra is jól lesz. Kicsire? Ez nagyon kicsi lesz a kicsire, nem? Csak nyugodtan. Attól, azt elmondjuk, hogy miért tesszük most bele. Azért, mert nem szeretnénk, ha a káposzta egy az egybe szétesni az első perctől kezdve. Ezért az ecet hatása egy picit ropogósabb marad. Megmarad a tartása. Szép kis körtét átmelegítjük szinte. Nem is kell nagyon megpárolni. Bírsalmát majd tovább adjuk benne. Egy ízhatást azért. Már mondom, hogy sótlan. Ne sózzunk már meg mindent. Oh. Nem lesz sótlan. Keti be a sót. De remélem azért a körte kicsivel édesebb lesz, mert ez egy ilyen karakteres, húzós ízvilág. Meg kellene forgatnom. Volt itt nekem villám is. Villám? Nem a lovat? Nem. Hát, csóri az nincsen. Mármint lova. Szépen párolódik. És akkor. Ez igazán csak a végén lesz hozzátéve az ételhez. Megadja neki a kis. Nem tudom milyen íze van, mert mondom, a kellékesét megették.
kacsának mennyi idő van beállítva? 1:30? Igen. Hú, abból még egy perc nem telt el. Ilyen gyorsak vagyunk? Nem vagyunk mi gyorsak. Akkor a tűz ilyen gyors? Nem. Elnézést kérek a kis zavarásnét, de én mondtam, hogy sózza meg, mert olyan sótlanul főz megint, mint ahogy szokott. Nem igaz, mert nagyon sokat sóz. De azt örömmel teszem. Az is elkészül. Na, engedj, hogy menjünk kacsát kifele. Na, engedj, tedd be a vízét. Nem tedd be a sajtot? Sajtot? Dehogy nem. A végig. Már a vége van? Na. Akkor most már hozzá keverem. Érdekel, közben a kacsa megsült. Ne tartsál fel teherrel vagyok. Nem tartalak. Öj, másik lábamra is lépjére. Na, visszafele. Nem kellett volna ekkora cipőt felvenni. Hé, de szépen kacsacom, kacsacom. Most meg még fő is hallotta, úgyhogy... Már. Jó, jöhetünk? Kezdhetem? Elzárjuk. Azt a fakanal szeretném, hogy kivennéd belőle. Úgyis csak zavar engem. Téged nem? Ennek semmi se jó, ennek a csávónak. És akkor... Update 1-es. Ez se sajnálom? Igen. Várjál, hozok én egy villát. Ó, hát van itt nekem mindenem. Mióta átjöttem a másik... Persze, elkészítettem is, minden másik oldalra átjöttem, minden van. Minden van, amit én akarok. Akkor tedd marad a lajra tepsőt is, mert olyan forró. Nekem itt ez nagyon jó helyen van. Kanál a kert, hogy. Rágyúrok, jó? És milyen jó omlósz. Csecse. Ne tartsál fel. Nem tartalak. Erre vagyok. De ne csak oda a tányért. Nem tenném oda, mert forró. Ne csak oda a tányért, mert összefordul. Hogy fog innen tányért összecsorgatod? Tányért? Hogy fogom összecsorgatni? Majd hát figyeld, a végén figyeld, hogy úgy, ahogy szoktad, tudom. Hogy össze fogom csorgatni a végén. Ahogy én akarom. Ezért szeretem. Hogy nem. Örök dilemma. Ó, annyi kanalam van már, hogy csak győzek vele élni. Azért a méz megettette a hatását. Jó kis karamellata is van az egésznek. Illattal rendelkezi. A kis birsalma sajtot is rátesszük. Tegyünk rá. Tehát rá, hogy is megeszik a... Tegyünk rá hármat, mert úgy is szeretik. Tehát azzal nincs semmi gond. Hagytam azért még tavasszal némi... szépséget. És akkor elkészült akár egy karácsonyi menühöz is. Akár... aki szereti annak. Jó ételt kívánunk! Csókolom, viszlát!